Rivkomárom magyarsága is csatlakozott ahhoz a kárpát-medencei összefogáshoz, amellyel a székelyeket erősítik nemzeti jogaik érvényesítésének ügyében. Kitűzték a székely lobogót. A cudar hideg ellenére is mintegy 20-an gyűltek össze, hogy tanúi legyenek e nemes cselekedetnek. Erősíteni szeretnénk azt az összefogást, amivel a székely nemzet részünket, testvéreinket segíteni szeretnénk abban az önbecsülésben, nemzeti jogaik pontosításában, azonosságtudatuk mélyítésében, amire tulajdonképpen mindnyájunknak szükségünk van. A zászló kitűzése után a jelenlevők elénekelték a székely és a magyar himnuszt. Ez a zászló tulajdonképpen a békés összefogás jelképe is kell, hogy legyen. És itt szeretnék fölhívással fordulni elsősorban a szlovákiai felvidéki magyarsághoz, az egyes társulatokhoz, testületekhez, de az egész nemzetközösségünkhöz, hogy mi is alkossuk meg nemzeti jelképeinket, szimbolikánkat, hogy legközelebb székely testvéreink tegyék ki majd házukra, a városháza tornyára a felvidéki zászlót. A lobogó még mindig a révkomáromi Csemadok székház oromzatán lobog és erősíti a hitet abban, hogy egyszer majd minden magyar egyenlő lehet abban a világban, amely ezerfelé szórta szét a nemzetet.